Savanyítás és eredeti székely sütemények készítése. Ez volt a programja a novemberi Székely Gasztroestnek Bátaszéken. Igazából arról szólna a történet, hogy tanuljuk meg a még élő idősebbektől, hogy nem is azt, hogy ők hogy tanulták, hiszen ez a generáció is már vagy útközben született Bukovinából hazafelé, vagy már itt született, de ők még valamelyest őriznek hagyományokat a gasztronómia terén. Azt gondolom, hogy a kalácsok és a sütemények terén a mai nap biztos, hogy olyant készítünk, hiszen a morzsoltas kalács az eddig ilyen titokzatos volt, tehát kóstolni kóstoltuk, de hogy készül, azt nem tudtuk meg, illetve a kútba kelt, az is olyan, hogy késztermékként fogyasztottuk, de nem tudtuk, hogy kell elkészíteni, és én azt gondolom, hogy ezen az esten fény derül erre is, ugyanis a népi hagyomány az arról szól, hogy ebből veszünk egy csipetnyit, abból egy félmaréknyit, csak hát nem mindegy, hogy kinek mekkora a csipetje és mekkora a félmarék. Úgyhogy talán itt most látni fogjuk, hogy miből mennyit, aztán első, második, harmadik alkalom után, hát ha nekünk is majd sikerülni fog olyant készíteni, ami valamelyest hasonlíthat az eredetire. Gazda Józsefné morzsoltast készít. Kelt kalács, kelt tészta, és mikor meg kell, vagyis jobban mondva, nem csinálom keményre, sőt egészen hégra csinálom a tésztát, mikor beleteszem a tepsibe, akkor marad egy kevés tészta a tálba. Ahhoz teszek egy kis zsírt, lisztet, egy kis tojást, és keményebb tésztát tudok csinálok belőle, ahhoz, hogy hát morzsoltas, tehát ő az igazság szerint azt morzsolni kellene, mert valamikor nem reszelővel csinálták, de hát mi már egy picit azért akarunk újítani, így nem morzsolom, hanem reszelem. Édesanyám nagyon sokat csinálta, mert annyian voltunk, mint a nem akarom mondani, és az ilyen kalácsok raktatók voltak. Mi 8-an voltunk testvérek, és szegénységbe éltünk, nagyon-nagyon szegénységbe. És mikor ilyen volt az asztalon, akkor valóban ünnepnek neveztük mi azt. Azért csinálom itt, hogy szeretném, hogyha meglátnák, vagy megnéznék, és akkor utána tudnák csinálni, hogy ne legyen gond, ha én nem vagyok. Marika néni hozzátette, ugyan nem siet sehova, de szeretné, ha minél többen megtanulnák ezt a nem túl nehéz, de nagyon finom, eredeti székely sütemény elkészítését. A másik édességet a kútba kelt kiflit Pécsi Árpádné és nővére készítette. Hát ez nagyon csodálatos kifli, ízre is, meg ránézésre is. Ez a kisgyerekeknek a kedvenc süteménye volt valamikor régen, még a mi időnkben, vagy még kisebb gyerekeknek, mert abban az időben nem sütöttek krémeseket, meg ilyen finom süteményeket a szüleink, hanem ez egyszerű tészta. Meg kell gyúrni, élesztővel bedagasztani, és akkor ilyen kis tésztákat lecsipkedünk, kifli formát csinálunk, és kristálycukorba belehempergetjük, és akkor így formázzuk ki a kifli formáját. És ez elállós sütemény, és mondom, a gyerekeknek egy nagyon kedvenc süteménye volt, és mostani időben elkezdtük megint sütögetni. Azért kútba kelt, mert régen nem voltak hüttők. És akkor a kútba engedték le, hogy ott megkeljen egy kicsit, mert egy jó fél órát kell neki kelni. A tálba is, meg a tepsibe is. Úgy lesz szép. A hozzávalók pedig liszt, sütőmargarin, sütőpor, élesztő, tojássárgája, tej, cukor és egy pici só. De én még nem tanítottam meg senkinek, mert eddig én se sütöttem, megmondom az igazat. Én is máma nővéremmel ketten sütöttünk otthon egy adagot, és akkor eldöntöttem, hogy én meg fogom sütni az unokáimnak. Én ezt soha nem ismerte senki, mikor ide kerültünk Bátaszékre. Senki nem hallotta ennek a nevét. Ezt csak a székelyek csinálták. Akkor volt a nagy szegénység, mikor mi voltunk gyerekek. És akkor kitaláltak egy süteményformát. Két bátyánk született József falván. Úgyhogy mikor a falu leégett, menekülés közben születtünk mi a nővéremmel. Úgyhogy már mikor ideértünk Magyarországra, a nővérem volt 3 éves, igen, 3, én meg 2. Pécsi Árpádné azt mondja, egyáltalán nem emlékszik arra az időszakra, és a felmenők sem nagyon beszéltek róla. Ezeket a péntek estéket azért találtuk ki, hogy csapatépítés legyen.
és teremben látható egy pingpongasztal, kártya az ablakba, beszélgetés, sztorizgatás, esetleges közös filmnézés, zenehallgatás, ez erről kell szóljon. Remélhetőleg a járványhelyzet majd engedni fogja, hogy január vége táján megtarthassuk a bálunkat, február közepe második felében megtarthassuk a disznótorunkat, és disznóvágás után, disznótor után pedig a húshagyó bált, és ezekre az alkalmakra, hogy ne úgy kelljen vegyük a savanyúságot, hanem mi magunk elkészítjük, és úgy gondolom, hogy az biztos, hogy jobban fog ízleni. A következő székely gasztroestet december 17-ére tervezik, amikor is savanyúlevest főznek, és különböző szószokat készítenek majd a főtt húshoz Csibi Krisztina szakácskönyve alapján.